Fergeteges hangulatot teremtett szombat délután a világhírű jazzmuzsikus Papa Flay és a Marching Jazz Band a Mártonnapi Liba lakomán, a zenekar vendégbűgőssel, a szoboszlói Dixieland napok szervezőjével, a debreceni Fazekas Csabával lépett színpadra. Ebbe kell beszélni, ugye, tessenek figyelni, legalább olyan jól éreztük magunkat, mint az itt lévő vendégsereg. Egy dolog bosszant, de nagyon. Sajnos az EP-m miatt a Liba lakomából nem vehettem ki kellőképpen a részem. Sajnálom, de egyébként remekül érezzük magunkat, mint mindig. Innen azt hiszem már harmadszor, vagy talán negyedszer vagyunk itt. Soha nem felejtem el. Itt a közönség nagyon-nagyon jól érezte magát, ugye rengetegen táncoltak, ez jellemző egyébként? Azt nem mondhatnám, hogy jellemző, de amikor beesik egy ilyen esemény, hát az külön öröm számunkra. Hogyan állították össze a programot? Ugye most volt beugró zenész, és mennyire kellett így emiatt alkalmazkodni, vagy módosítani esetleg a programon? Egyáltalán nem. Most tessenek figyelni, debreceniek. Az a helyzet, hogy a beugró zenész egy nagyon kiváló muzsikus, és annak nem kellett külön megmagyarázni, hogy mit kell csinálni. Az fölveti a mi műsorunk ritmusát, tempóját, és csinálta. Ami a pedig az összeállítást illeti, nem állítottunk össze semmit, hanem muzsikáltunk. Kész. Tudják? Nem új kapcsolat ez már. Gyakran hívtak már, meg többször máshol is, Hajdúszoboszlón is, és más fesztiválokra. Hogyha úgy alakul, hogy a pesti bőgősük valamilyen oknál fogva nem ér, akkor én szívesen beugrok. Én nagyon szeretem őket, egy nagyon hangulatos, jó zenét játszanak, és szívesen beugrok az ilyen zenekarokba. Meg hát a kapcsolat onnan indult, hogy a hajdúszoboszlói Dixi Fesztiválra én őket meghívtam, úgyhogy, és még fogom is hívni őket. Mennyit kellett próbálni, vagy kellett-e egyáltalán így közösen próbálni? Csak telefonon próbáltunk, de ezeket nem kell, ezt tudni kell. Ez az a műfaj, amit egy jazzzenésznek kapásból tudni kell. Beszámolnak, megmondják a hangnemet, és azonnal tudni kell. Na most az a helyzet, hogy ha az ember egyszer zenei pályára adja a szívét, lelkét, ha úgy tetszik, akkor ez avval jár, hogy utazik. Na most ez nem egy kiváltság, és mindenki megkérdezi tőlem, hogy tű, de jó neked, hát te járod a világot. Persze járom a világot, úgyhogy fölülök a repülőre vagy a buszra, leszállok, megalszok a hotelbe, félig álmosan elmegyek a színpadra, megcsinálom a helyjel közel, jó vagy rosszul a dolgát, és utána megy. Világot látni buszablakból, repülőablakból, hotelablakból. Sajnos ez a helyzet, avval együtt jó utazni.